Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 21-én kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Major Istvánnal, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatójával, majd egy képes beszámoló következik a szimfonikusok rendhagyó Sziget koncertjéről, végül pedig egy tudósítás Jámbor Magdetta most megjelent kötetéről. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok, Major István a vendégünk, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Hiszen a hétvégén megkezdődött a szezon, ha úgy tetszik, a járvány, a koronavírus járvány okán nagyon hiányzott már nekünk a klasszikus zene, és a Sziget koncert egy nagyszerű lehetőség volt arra, hogy ismét megmerítkezzünk a komoly zenében. Handel vízi zene volt, erről is fogunk beszélni. Előtte azért röviden essék szó arról is, hogy hogy viselte meg, és mi mindent kellett tennetek a járvány idején a szinten tartáshoz. Március 9-én volt az utolsó nagy koncertünk a Vörösmarty Színházban, ez a Farkas Ferenc bérlet keretében annak a negyedik eseménye volt. Ezt követően tört ki ugye a járványhelyzet, és a rendezvényeinket törölni kellett, meglehetősen hosszú időre, ugye egészen, hát mondhatom ezt, hogy július 15-ig, amikor is ez július 12-én volt ez a Csónakázó tavi koncert. Ez a két dátum között a zenekar úgy ismert valójában nem lépett színpadra, kisebb formációban lehetett a zenészeinket látni május-június hónapokban. Az otthon töltött időt igyekeztünk hasznosan, és hát a közönség számára is valamennyire láthatóan és talán tartalommal feltöltve kitölteni. Itt gondolok arra, hogy a zenészeink felé volt egy olyan kérésem, hogy készítsenek egy elméleti anyagot mindegyikőjük, egy olyan témából, amelyben otthon érzik magukat, amivel szívesen foglalkoznak. Ez részben nekik is jó, hiszen egy kis kutató munkát végeznek a zeneművészet valamely területén, elméleti síkon, és az elkészült anyagoknak pedig bekértem a hasznosulását, hogy milyen célra javasolják ezt, tehát mondjuk az oktatásban, vagy adott esetben a jelen helyzetben mondjuk egy bezárkózottság okozta pszichés megterhelés esetén mit tud segíteni a zene, de lehetett abszolút a zenészek számára hasznos anyagot összeállítani. Egyik kolléganőnk a színpadon kialakuló pánikról írt értekezést. Sokféle formát használtak a zenészeink, volt, aki cikket írt, volt, aki egy prezentációt készített, volt, aki videót vagy hanganyagokat állított össze. Na most ezeket megjelentettük a weboldalunkon, illetve a Facebook oldalunkon is, úgyhogy ez a közönségünk számára is az, ami a közönség számára készült, tehát azok elérhetőek lettek. Ebben egyébként azt gondolom egyedülállóak voltunk, tehát az országban más zenekar ilyenfajta tevékenységet nem folytatott. Ezzel valamennyire a szakma figyelmét is felkeltettük. A zenekar újság szerkesztősége keresett is bennünket, és kért be anyagokat ezekből, a legsikeresebbeket el is küldtük nekik. Úgyhogy ez egy különlegesség volt. Úgy éreztem, hogy az internet olyan mértékben volt tele a különböző együtteseknek a jobb és kevésbé színvonalas produkcióival, hogy ebbe az áradatba úgy gondoltam, hogy az Alba Régia zenekar nem feltétlen tud, vagy nem feltétlen szerencsés, hogyha ha bekapcsolódik épp elég anyag, és kiváló anyagok is, ugye, hát ugye Műpától a berlini filharmonikusokig mindenki rengeteg koncertfelvételt ingyenesen elérhetővé tett, úgyhogy nagyon magas színvonalú kulturális értékeket lehetett az interneten
hallgatni, úgyhogy ezért nem láttam ennek értelmét. Egyetértek, mert megtapasztaltam én magam is, hogy valóban jószerivel minden fórumon megjelent a klasszikus zene, és ez azért is fontos volt talán a szimfonikusoknak, már mint az Alvarége szimfonikusoknak, mert hogy ugye azt tudjuk, hogy tavaly szintet lépett a zenekar, és tehát a szinten tartás ilyen értelemben nagyon fontos, tehát kiemel státusz okán valamilyen szinten el is várható. Igen, hát nyilván elég nagy csapás, hogy pont amikor a zenekar ezt a szintet meglépi, akkor jött be ez a helyzet, de én azt gondolom, hogy a zenészeink nagyon fegyelmezetten és hasznosan töltötték az időt, hiszen rendszeresen mai napig egyébként olyan darabokból, amelyeket a következő időszakban műsorra fogunk tűzni, már szólamvezető irányítással kidolgoznak, és erről számot is adnak rövid videó formájában. Hát ez, nyilván ezek belső anyagok, tehát ezek nem a közönség számára készülnek. Tehát ilyenfajta műhely munka folyamatosan zajlott. Ugye az első koncert az most volt ezen a hétvégén, ezt azért is említjük, hiszen a híradásokban már beszámoltunk erről, és majd most a Paletta magazinban a későbbiekben is láttunk egy hosszabb verziót a Sziget koncertről. Ez egy remek ötlet volt. Én azt hiszem, hogy méltatlanul elfeledtük ezt a csodahelyet, a csónakázó tavat és környékét, és a legnagyobb meglepetésemre azért azt tudtuk, hogy a klasszikus zenét szeretik Székesfehérváron, de nagyon sokan voltak. Bízom benne, hogy minden fehérvári látta azt az új imásfilmet, ami Székesfehérvárról készült, ugyanis talán ott indult minden, hiszen ha ki látta azt a videót, abban lehet látni, hogy a zenekar ott a szigeten játszik. Tehát ott készült az a rövid részlet, ami ebbe a filmbe belekerült, és talán innen is jött szólamvezető hegedűművészünk Burján Gabrielának az az ötlete, hogy most járvány után hát a közönségünket nyilván nem egy zárt térbe hívnánk meg rögtön először, hanem szabad téren, és a zenekar próbatermével szemben ott van ez a tó. Milyen nagyszerű volt akkor ott kint azt a felvételt elkészíteni. És hát egy plusz adalékot tettünk hozzá a Városgondnokság és a Vitálklub jóvoltából, hogy ugye csónakokat is lehetett akkor este bérelni, és csónakokról is lehetett hallgatni ezt a koncertet. Ráadásul stílszerűen Händel vízizene. Igen, abszolút, úgyhogy tényleg aki csónakba szállt, az azonosulhatott György királlyal, aki így hallgatta annak idején az ősbemutatót. Nekem nagyon nagy meglepetés volt az, hogy a tó körül nagyon szép hangzással sikerült megvalósítani ezt a koncertet, köszönet a Városgondnokságnak, és nagyon finom hangzást kaptunk a tó túloldalán is, úgyhogy akik ott helyezkedtek el, ők is nagyszerűen élvezhették ezt a koncertet, a víz fantasztikusan vitte a hangot. Így van, és ha jól tudom, akkor lesz folytatása. Így van. Mondhatni, ez egy tesztkoncert volt, tehát én azt gondolom a jövőben többször is fogunk ilyen koncertet. Az idei nyáron még egyszer szeretnénk koncertet rendezni, méghozzá augusztus 15-én a Királyi Napok sorozatban este 19:30-kor. Hát bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz, és 15-én meg tudjuk tartani, ha nem, akkor az első nap 16-a este. Annál is inkább fontos ez, hiszen tudjuk, hogy egy rendkívül veretes program sorozat készült. Én még most is valahogy ott maradt a belvárosban egy helyen, és mindig rácsodálkozom, hogy milyen fantasztikus koncertek azok, amelyek elmaradtak. Hogy lesz a pótlás? Tudjátok-e már? Hát most mondok egy számot, hogy nagy zenekari koncertből ez az idő alatt körülbelül 35 maradt el, tehát nagyon sok koncertünk maradt el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy belegondolva abba, hogy nem feltétlen lesz bátor a közönség, és jön el a zárt térbe az ősszel a koncertjeinkre, nyilván lesznek olyanok, akik jobban tartanak a vírus okozta nehézségektől, és esetleg otthon maradnak. Úgyhogy így nem gondolnám, hogy a koncertszámot növelném azzal, hogy az előző évben elmaradtakat
plusz koncertként pótolnánk. Egyébként erre infrastruktúra szempontjából se nagyon van lehetőségünk, hiszen a Vörösmarty Színház rendkívül intenzíven működik, mondjuk így, és nem kapnánk plusz időpontokat, vagy nem tudnánk plusz időpontokat kapni. Úgyhogy szeptemberben el fogjuk indítani, illetve hát októberi kezdése a farkasbérletet ismét, október 12-én fogunk indulni vele, öt koncerttel, ahogy szoktuk. Viszont azt meg szeretnénk oldani, hogy azokat a programokat, amelyek elmaradtak az előző évben, azokat a művészeket és azokat a műsorokat belehelyezzük a következő évad sorozataiba. Tehát ez ugye a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat, és akkor van a Somorjai bérlet sorozat. Igen, a Somorjai esetében az a tervünk, hogy az elmaradt két programot, azt áttesszük majd a 2021-es bérlet első két eseményébe, tehát az a két műsor is meg fog valósulni, csak majd 2021-ben. A bérletet befejezzük idén, tehát a szeptember 10-i kóruskoncert, illetve a december 7-ére hirdetett hangversenyeket megrendezzük. A bérleteket, aki úgy gondolja, azt majd beszámítjuk neki a következő bérletbe, hogy az elmaradt előadásokat arányosan beszámítjuk, de hogyha nem szeretné, akkor nyilván azt is kezelni fogjuk, és kárpótolni fogjuk a vendégeinket. Hiszen arra is van, mindig kikristályosodnak a tervek már ideje korán. Mit tudhatunk erről? Hát a Harmónia Albenzisz a legnagyobb szívfájdalom, hiszen közel 20 éve nagy sikerrel megy ez a sorozat. Somorjai Ferenc indította annak idején, és idén az első olyan év, amikor nem tudtuk megrendezni ezt a sorozatot, törölni kellett az összes előadását, és ezeket nem is tudjuk pótolni, mármint olyan értelemben, hogy hát idén nem, jövő nyáron mindenképpen fogunk ebből a sorozatból pótolni. Hát a terveink teljesen kész voltak. Tehát lett volna szokás szerint egy orgona hangverseny, lett volna egy Erkel István király opera bemutató, ami egy, azt gondolom, régi restanciánk, mert Székesfehérváron ennek a darabnak el kell hangzania. Úgyhogy ezt mindenképp jövőre szeretném megvalósítani a következő nyáron. Lett volna Beethovenre, emlékeztünk volna Beethoven C-dur misével, Medvecki Ádám vezényletével, és lett volna egy kórus koncert, az Ars Oratoria kamara kórus mutatott volna be egy nagyon szép reneszánsz és kortárs művekből összeállított programot. Úgyhogy sajnálatos módon erről lemaradtunk, de hát igyekszünk ebből is, amit lehet majd későbbiekben bemutatni. Az Ars Oratoria egyébként készül külön koncertekkel? Az Ars Oratoria kórus legközelebb augusztus 30-án hallhatja majd a közönség, a zenekarunkkal közösen a Szent Sebestyén templomban fog egy zenei áhítatot tartani, úgyhogy ott egy nagyon szép programmal, különleges programmal készülünk. Pad Zoltán olyan Mozart kórus műveket állított össze, ami hát a mi kutatásaink vagy utánajárásunk szerint itt Magyarországon nem nagyon hangzottak még el. Külföldi kórusokkal énekelt, illetve vezényelt ezeket a műveket, úgyhogy ilyen szempontból különleges előadás lesz. Majd pedig szeptember 10-én nagy szeretettel várunk mindenkit a Somorjai bérlet harmadik előadására, ahol szintén a kórussal találkozhat a közönség. Nos, akkor végezetül jön egy műfajváltás. Horváth Csabával beszélgettem, aki nagy örömmel számolt be arról, hogy ugye ő rendezi majd a Mágnás Miskát, ezt a világhírű fantasztikus operettet, és hogy végre, mondja ő, az Albarégia szimfonikusokkal játszhat. Igen, nagyon örülünk ez neki. Ez egy nagy kihívás egyéb iránt. Abszolút, abszolút, úgyhogy nagyon várjuk is ezt az alkalmat. Hát ugye ez is elmaradt, mert ugye ennek a bemutatója már áprilisban meg lett volna, és sajnos hát ez is majdnem egy évet tolódik, mert valamikor február 20-a környékére van tervben a premier, úgyhogy mi már erősen ráálltunk márciusban Mágnás Miskára, de hát
Sajnálatos módon ez csak februárban fog megvalósulni, de hát mindenképpen várjuk. Ruf Tamás a zenei vezetője a programnak, úgyhogy... Ő is várja. Mi magunk is, hiszen a Horváth Csabával, Mágnás Miskát, tehát a Fizikai Színház magyarországi apostolával az ő rendezésében azt hiszem, hogy ez egy egészen kiváló, és ráadásul a szimfonikusok is játszanak. No, hát István, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát bizakodó vagyok, és természetesen a nézők is, hiszen és a klasszikus zenerajongók is. Ennek volt a példája, hogy a Sziget koncerten milyen sokan jöttek, és hát invitálom, kedves nézőink, önöket is augusztus 15-ére, hiszen ez egy felejthetetlen élmény lesz. Mi pedig folytatjuk műsorunkat. A csónakoázó tó szigetén adta a koronavírus járvány utáni első koncertjét az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A nagy sikerű esten Handel Vízi Zene című darabjának dallamait hallgathatta meg a közönség. Gabriella az Alba Regia Szimfonikus Zenekar első hegedűse mert nagyot álmodni, és ha már így történt, a város megteremtette annak lehetőségét, hogy a megszépült csónakázótó szigetén hagyományteremtő módon először csendülhetett fel klasszikus muzsika, stílszerűen Handel Örökbecsű vízizene című darabja, ahol is Mészáros Attila, alpolgármester köszöntötte a míves dallamok kedvelőit. Az elmúlt hetek, hónapok azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon nehezek voltak, sok hiányt kellett elszenvednünk, és azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk, hogy ami leginkább hiányzott, az a kultúra és a sport itt Székesfehérváron. Én bízom benne, hogy ez a 4 hónap soha többet nem fog visszajönni. Nyilván ebben nekünk is sok-sok felelősségünk és feladatunk van. De nekünk, városvezetőinek is az a feladatunk, hogy azokat az értékeket, azokat a kulturális értékeket, amelyeket megteremtettünk az elmúlt években, azokat ebben a reméljük csak átmeneti, nehéz gazdasági helyzetben se engedjük el, se veszítsük el. A szigeten és a tavat körülölelő fák árnyékában, sőt a Vitáklub jóvoltából, a csónakokból is meg annyi komoly zenerajongó választotta kikapcsolódásul a rendhagyó koncertet. Ez az élő előadás varázsa, és ez az erőtér, ez hiányzik otthon. Ezért örülök, hogy itt vannak. És másik okunk az örömre pedig az, hogy egy kicsit ma este érezhetjük azt mi, muzsikusok is, hogy mintha túl lennénk valamin. A barokk mesterének darabja Selmeci Gábor koncertmester vezetésével kivételes élményt nyújtott, az a fajta méltóság övezte, amely minden Handel mű sajátja. Csodálatos érzés, nagyon vártuk ezt az alkalmat, hogy újra felépessünk és találkozhassunk a közönségünkkel. Úgy tudom, ez is ez egy első alkalom, hogy itt koncertet szervezünk ezen a szigeten. Mióta itt vagyok, gondolkozom, hogy itt kellene valamit csinálni, és úgy látszik, most megérette erre az alkalom. Nagyon örülök, igazán ide illik ez a zene, reméljük, hogy egy hagyományteremtő koncertről van szó. Betűk magamnak címmel jelent meg Jámbor Magnetta első verses kötete. A Kincsesbányai idősek otthonában élő költő verseit egy bensőséges hangulatú bemutatón ismerhették meg az olvasók. Elő az Isten hullok előtt, ne voltál az te, csepp anyám, mikor lángoltam.
érezted mindenki stét, csak akkor volt szíved nehéz, a felhők közt eltűnt az ég. A Kincsesbányai Platán idősek otthonában mutatták be Jámbor Magnetta Betűk magamnak címmel megjelent verses kötetét. Az alkotó, aki jelenleg az intézmény lakója, már fiatalon megmerítkezett a költészet világában, de végül a jogászpályát választotta, hogy most visszatérjen gyökereihez. A találkozón az idős otthon igazgató főorvosa köszöntötte a megjelenteket, majd Bakonyi István irodalomtörténész elemezte a verseket. Amikor feleségem révén őt meg tudtam ismerni, és megismertem Király Magdolnát, akinek a kötetnek a igazi létrehozója, és átolvastam a verseket, akkor arra gondoltam, hogy itt egy nagyon kulturált, finom, lélekkel megáldott szerzővel van dolgunk, aki követi a magyar költészetnek a hagyományos útjait, akár a 19. századi, vagy akár a nyugatos hagyományokat is, és egy nagyon rokonszenves, gazdag tematikájú költészetet hozott létre az évtizedek során, mentes a közéletiségtől, ha úgy is mondhatnám, hogy nagyon puritán módon és egyszerűen a örökérvényű dolgokkal, szeretettel, szerelemmel, Istennel, természettel foglalkozik. Mikor a hosszú éjszakákon nem alszom, csak rá gondolok, elmúlt jövő időkre vágyom, fejemben minden ott forog. Minden, ami a végtelenből e csontok közti agyba fér, emlékek közt utat jövendől, de rajta végig menni fér. A kötet szerkesztőjeként és elkötelezett barátként Kőfalvinél Király Magdolna volt az, aki szakmai útmutatásával segítette a versek közkincsétételét. Kihívást az jelentette, hogy ezek a kéziratok ugye gépelt iratok formájában és kéziratok formájában jelentek meg. Ugye úgy kaptam meg tőle csoportosan, tehát tömegével ezeket az iratokat, és javítások is voltak benne. Ezeket a javításokat értelmezni kellett, ugye férjem segített szkennelni, digitalizálni, tehát ugye most már a modern háttér az segített bennünket, hogy tudjuk feldolgozni ezeket az anyagokat. Sirály Péter, az idős otthon igazgató főorvosa örömének adott hangot, hogy az idős otthonban élők számára is lehetőség nyílik arra, hogy kvalitásos tevékenységben is kiteljesedjenek. Ezt az ötletet, hogy a Magnettának, Jámbor Magnettának Magnetta a keresztneve, ezt az ötletet, hogy az ő munkáit itt bemutassuk, és őt megünnepeljük, ez egy színfolt a mi életünkbe, és egy kedves plusz, amit adni akarunk, és adni tudunk a itt ápolt embereknek, azok részére, akik ezt szellemileg még föl tudják fogni, illetve a széles ismeretség és család részére is éreztetni, hogy ezt a munkát, amit Magnetta produkált élete folyamán, mennyire tiszteljük és megbecsüljük. Megírták előttem, hát nem én sírom el, az öregségét, megfájdult éjjét, mikor a test meszesen nyomorulva forog-forog. A könyvbemutatón képviseltette magát a Cserta család is, Gábor és Balázs a kötet verseinek megzenésítésével mutatta meg Jámbor Magdetta gondolatainak további mélységeit. 200 verset kaptam, és ebből találtam 4 olyan verset, többet is, de egy 8-10, amivel tudtam valamit kezdeni, és 4-et választottam ki. Ezek tulajdonképpen gondolatértséget jelentenek. Van egy anyáknapi vers, van egy apákról szóló vers, azután van egy ilyen betegekről szóló vers, egy betegségről, az utolsó pedig egy tiszta őrkény, egy perces. Ez a Bolondság az a címe, én egyébként azt a címet adtam neki, hogy Vonat. A bemutatón elhangzott gondolat, miszerint Jámbor Magnetta versei a minőségi idő örök tanulságát idézik meg, nem túlzás. Valóban minden egyes költeményből tanulhatunk, múltat jelent, és ami a legfontosabb, jövőt is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk itt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!